Már csak 2 nap van a veszprémi időközi választásokig, de a kampány még javában tart, almával, szórólappal, lufikkal. A választókerületben 12 jelölt indul, így a politikusokat a kampány, a helyi választási irodát viszont a jelöltek egymás elleni kifogásai kötik le. A vasárnapi választás 25 településen zajlik majd, amelynek súlyát érzik a politikusok, ugyanis a Fidesz-KDNP parlamenti kétharmada múlik rajta. Zöldalmával, lufival, szórólapokkal kampányoltak délelőtt Veszprémben. A várost az óriás plakátok is ellepték, hogy meggyőzzék a helyieket. Kéz Zoltán független jelöltként a kétharmad lebontását ígéri, de azt mondja, hogy a választási iroda nem könnyíti meg a dolgát. Elmarasztalta ugyanis amiatt, hogy egyik kampánygyűlésén azt állította magáról, ő az egyetlen, aki le tudja győzni a Fidesz jelöltjét. Az iroda szerint ezzel megtévesztette a választókat. Azt mondja, hogy ettől függetlenül optimista. Van egyfajta kormányváltó hangulat, és látják azt, hogy én vagyok az esélyes jelölt, aki le tudja váltani a Fideszt, és hát meglátjuk, hogy mi lesz vasárnap, mozgósítunk, és megpróbálunk minél több embert rávenni arra, hogy menjen el szavazni, érezze ennek a fontosságát. A lehet más a politikai jelöltje Gerstmár Ferenc és a párt aktivistái Zöldalmát osztogattak. A gyerekek lufit is kaptak. Ők is a Fidesz kétharmada ellen küzdenek, akár csak a Jobbik, aki Varga Dam Andrea ügyvédet indítja a választáson. A Fidesz-KDNP jelöltje Németh Lajos, Veszprém egyik alpolgármestere. Ő is győzelemre számít. Nem elég együtt gondolkodnunk, el is kell menni vasárnap választani. A kampány egész ide alatt nagyon-nagyon sok fiatal segítette a munkánkat, mert a választásnak igenis nagy a tétje, meg kell, hogy védjük Veszprém és térségét egy esetleges újabb Gyurcsány korszaktól. Navracsics Tibor uniós biztosi kinevezése miatt kellett időközi választást kiírni. Veszprém megye egyes számú választókerülete összesen 25 településből áll. Ennyi helyen szavazhatnak vasárnap. Ezen a mandátumon is múlik a Fidesz parlamenti kétharmada.